A régi békevilágból lettem színésznő, és játszottam is 3 évig. Nagyon boldog időszaka volt az életemnek. A főiskola és a 3 nemzeti színházba eltöltött esztendőm, az egy gyönyörű időszak volt az életemben. Nagyon sok minden szép és jó történt velem, és semmi rossz. Akkor még úgy vágtam neki a világnak, hogy van mit meghódítanom. De aztán nem lett. Jellemző volt, a 1945-től az én életem ugye kitelepítés mindenbe lekerült, úgyhogy tulajdonképpen nagyon rossznak tekinthető. Egy sikertelen, nem sikertelen, rosszul mondom, mert a közönség szeretett, és azt mindig érzékeltették is velem, és szerettek is velem dolgozni a művészet élet különböző területén, de azért az én életem meg lett mérgezve. És az volt a nagy szerencsém, hogy a magánéletem volt olyan harmonikus és számomra tökéletes, hogy mindent el tudott simítani otthon. Ha én a lakásba beléptem, az egy más atmoszféra volt. Úgyhogy nekem a szerencsétlen életem mellett nagyon sok szerencsém volt, ami esetleg nem került másnak az életébe sorra, még a sikereseknek sem. És én ezt elmondhatom. Úgyhogy nem is tudok olyan, itt történt az életem, el kellett fogadnom, ellene nem tudtam semmit tenni azért, mert én nem tudtam elképzelni azt az életet, hogy kimenjek külföldre. Én külföldön, mikor voltam, az volt az érzésem, hogy milliónyi kis tehetetlen hangyával szaladgálok az utcán, az utcai forgalomba, akik mind nem jelentenek semmit az ország életébe. És én mindennek ellenére itt elmondhattam, hogy akármilyen kis körbe, de ismernek és szeretnek, és a barátaim. Tehát nem tudtam volna külföldön élni, mert lehet, hogy lehet külföldön élni, de biztosan, hogy boldogan nem, és meghalni csak otthon szabad. Úgyhogy ez megadatott nekem.